Paksi atomerőmű bővítésének előnyeit nem csak a város, hanem a térség is élvezni fogja, hangoztatta több ízben Süli János, a bővítésért felelős tárca nélküli miniszter. Ez érinti az új Dunahíd megépülte után a kalocsai térségben élőket is. A fejlesztés első lépéseként a létrehozott innovációs KFT kapott támogatást több mint 106 millió forint mértékben. Kalocsa élni kíván ezzel a lehetőséggel, ezzel a megváltozott gazdasági környezettel, erre szeretne felkészülni. Több olyan társulás is van, amely ugye már így a térségben gondolkodik. Én magam is kalocsai polgármesterként térségi fejlesztésben, és minél inkább szeretném azt, hogy a Dunántúli, a Paks és a kalocsai térség is egy gazdasági egységet adjon majd. Süli János miniszter úrnak nagyon hálás vagyok egyébként ezért a gondolkodásért, hogy a kalocsai térséget is beveszi, és nyilván Kalocsa városa is azért alakította a kalocsai innovációs non-profit KFT-t, hogy erre a Paks 2 beruházásra fel tudjunk készülni. Zsiko Zoltán, a KFT vezetője úgy értékelte, a Duna túloldalán ma még nem érzik a fejlesztés számukra kínált lehetőségeit. Én azt gondolom, hogy Kalocsa óriási lehetőségek előtt áll, és nem csak Kalocsa, hanem Tolna megyeiként mondhatom, hogy hál' Istennek Paks és környéke, illetve az egész megyét érintő és az egész országot érintő fejlesztések lesznek, ugye a szomszédos Pakson. Kalocsa az egy olyan helyzetben van, hogy én a saját tapasztalatomat tudom elmondani, egy olyan helyzetben van, amely azt gondolom, egy óriási történelmi múlttal, egy óriási potenciálra rendelkező város, de mégis földrajzilag egy olyan környezetben van, amely látszólag közel van a nagy lehetőségekhez, hiszen 10 kilométeren belül van egyébként Pakshoz, de tulajdonképpen a Dunahíd hiánya miatt ebből a paksi, úgymond nagy lendületből tulajdonképpen eddig túl sok mindent nem érzett a város. A Kalocsát és Paksot összekötő Dunahíd megépül, akkor én úgy gondolom, hogy teljesen át fog rajzolódni a földrajzi viszonyrendszer és az erőviszonyrendszer itt a térségben, és azt gondolom, hogy Szekszárdnak, és ezt mondhatom szekszárdiként, bátaszékiként, Paksnak, Dunaföldvárnak és Kalocsának szoros együttműködésben kell gondolkodnia, és egy nagy közösséget fog majd alkotni itt az atomerőmű építése kapcsán. A most kapott összeg jelentős része a kultúrát és a városi innovációt lesz hivatott támogatni. Több mint 106 millió forintos támogatás, amelyet Süli János miniszter úrtól kaptunk. Ez tulajdonképpen egy jelentős részét, több mint 56 millió forintot kulturális programoknak a megvalósítására fogjuk fordítani. A fennmaradó 40 millió forintot nagyságrendileg, ezek a számok még néhány millió forintos eltéréssel változhatnak. Nagyságrendileg olyan 40-45 millió forintot pedig a belvárosnak, illetve úgy általában a városnak a zöldítésére, a környezettudatosságára fogjuk fordítani. Ezen kívül pedig szeretnénk kommunikációs eszközöket kihelyezni, olyan innovatív eszközöket, amelyek tényleg úgy 21. századivá tehetik a várost. Szeretnénk okospadokat kihelyezni, és szeretnénk tényleg azt, hogyha egy ilyen fiatalos lendületet lehetne majd itt a városban is érzékelni, mind a környezetudatosság és mind a zöldítés szándéka mellett. Filling Géza polgármester azt mondja, Kalocsa készül, hiszen olyan feladatokat kell megoldani többek között, mint a várhatóan több ezres lakosság szám növekedés levezénylése. Itt nyilván vannak fejlesztési területek, illetve úgy szolgáltatások, hogy akik majd ide érkeznek az atomerőmű beruházás kapcsán, akár vállalkozások, akár magánemberként, ők is megtalálják azt az élhető környezetet különböző programokban, sportolásban, kulturális rendezvényekben, hogy jól érezzék itt magukat, eredményesen tudják a munkájukat végezni. Nyilván Kalocsa is érdekelt ebben, hogy ezekbe bekapcsolódjon, és nyilván ezekbe a fejlesztésekből is, úgy az itt élők javára is egy kicsit tudjuk fordítani. Úgyhogy ezt a gazdasági lendületet és ezt a gazdasági fejlesztést szeretnénk úgy kiszolgálni Kalocsa városa, hogy nyilván az itt élők, illetve a környékben élők is ezzel gyarapodjanak, erősödjenek. Úgyhogy nagyon kedvemre való ez a közös gondolkodás így miniszter úrral, illetve
a paksi polgármester úrral is jó a viszony. Együtt tervezünk sok mindent, úgyhogy ezt az irányt képviseli, illetve ezt a városunk is.